már ezt megelőzően, tehát jövő hét pénteken. Február 15-én tárgyalja Székesfehérvár közgyűlése a város 2013-as költségvetési rendeletét. Az egyeztetések folyamatosan zajlanak a költségvetéssel kapcsolatban, bizonyos döntések azonban már megszülettek, mondta el Székesfehérvár polgármestere. Én úgy fogom a város képviselőtestület elé beterjeszteni a költségvetés tervezetet, hogy abban szerepelni fog a béren kívüli juttatások 2012-es összegben és rendszerben történő fenntartása 2013-ban is. Dr. Cserpalkovics András nagy eredménynek tartja, hogy továbbra is biztosítani tudja a város a bérek mellett az azon felüli juttatásokat is a közszférában dolgozóknak. Ez Székesfehérvár idei évi költségvetésében körülbelül egy bruttó 257 millió forintos tétel. 2000 főt érint, 2000 családot érint, és körülbelül egy bruttó 257 millió forintba kerül ez a városnak, de úgy gondoltuk, hogy főleg ebben a helyzetben, és főleg arra tekintettel, hogy sajnos itt nagyon sokan közülük nagyon alacsony bérrel dolgoznak, a kafetériát mindenképpen biztosítanunk kell annak érdekében, hogy a családok életszínvonalát tudjuk ezzel segíteni. Az összeg nagyságrendje miatt a juttatásokra közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ezért várhatóan május-június környékén számíthatnak rá az érintettek. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után januárig visszamenőleg kapják majd meg a közszférában dolgozók a kafetériát.